Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Június 28-án indul egy 10 napos portál vagy égi kapu nyílása. Mit jelent ez? Ezeken a különleges napokon, ami földünk a plejádok fele fordul. És a plejádoknál van egy központi nap, Alkyoné, ami lefordítva egy királynőt jelent, aki győz a gonoszság felett. Tehát Alkyoné csillag kihat ezekre a különleges napokra. Ez egy finom energiamező, van gyógyító ereje. Azon kívül segít a spirituális tevékenységnél. Persze előfordulhat az is, hogy érzékenyebben reagálunk bizonyos dolgokra. Június 28-án Imis uralkodik. Imis lefordítva egy sárkányt jelent. És ennek a sárkánynak van egy szimbolikus jelentése és egy fontossága is, hiszen jelenti a megújulásokat, a változásokat, a transformációt, kármikus témákat, és kihat a szexuális élet területére is. Amikor így Imisről, tehát erről a sárkányról van szó, akkor úgy eszembe jut Kétu és Ráhu, amit ismerünk az asztrológiából. Kétu az a lefele mozgó kármikus csomó, utal a múltra, mindarra, amit átéltünk a korábbi életünkben. Ez egy befele tekintés, jelenti a spirituális témákat, a visszahúzódást és az érzelmeket. Ezzel szemben van a sárkány feje, Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó, ami új irányba tekint, jelenti a változásokat, tehát kihat a jövőre. És Ráhúnál inkább olyan anyagi dolgokról van szó. És mi a feladat? Megtalálni a középutat, hiszen szükségünk van a gondolatunkra, ezekre a tudatos dolgokra, de szükségünk van az érzelmekre is. Erre az öntudatra, vagy ilyen lelki dolgokra, lelki, kármikus kapcsolatokra. Az a fontos, hogy mindig a jelent éljük. Június 28-án van ez a különleges nap, ahol Imis, tehát ez a sárkány uralkodik. Ezen a napon tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. A téma az a változások, a transformáció, a megújulások, a gyógyító erő. Persze a párkapcsolat is fontos, hiszen szexuális témákról is szó van. A férfias energia és a nőies energia. És ha szexuális témáknál tartunk, nagyon fontos a szeretet, a bizalom, az önbizalom, a szerelem, amire kiépíthetjük ezt a párkapcsolatot. És ezen a szertartáson ezek lesznek a témák, hogy meglegyen a biztonság érzete a párkapcsolatban, legyen meg ez a megújulás, hogy élvezd ezt a szerelmet, és élvezd a testi kapcsolatot is. A díjam személyenként 4000 forint. Örülnék, ha lenne érteklődés, e-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. És kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!